hello, hello, üdvözlök mindenkit! Ez a Csöbálnak következő kalandja. Ez is egy ilyen, inkább egy ilyen teszt demo videó lesz. Hogy tetszik nektek ez a nézet? Megnézzük, milyen a fejkamerás vezetős videó. Nagyon régen nincsen már fejkamerás vezetős videó. Ez abból az ügyből kifolyólag van, hogy a Xiaomi kamera ugye nem volt rá képes. De hát itt a GoPro. Meglátjuk, hogy milyen lesz a felvétel, megmondjátok ti, mit gondoltok, milyen a hang, milyen a külső tényező. Megpróbáltam egy olyan beállítást csinálni, ugye én elég magas vagyok, ugye 180 centi vagyok, és szeretek magasan ülni, nekem ez a vezetési pozícióm. Megpróbáltam úgy beállítani, hogy a tetőnek a teteje legyen a kép, meg az ülést egy picit lejjebb állítottam, úgyhogy én most a ti élményeitek miatt sokkal... Nem mondanám azt, hogy nagyon komfortosan vezetek. De hát mindent a nézőkért. Esős hangulat van, február 21-e van talán. A Superb, köszöni szépen. Jól van, egészséges, nincsenek gondjaink, lekopogjuk. Jól érzi magát. Most ez is egy ilyen kis rövidebb fajta kis vezetős videó lesz. Nem mondom inkább a tech demo része, meg hogy nektek mit gondoltok róla. Ugye az előző berlingós videóban már tárgyalgattuk, hogy mit gondoltok a kamera nézetről, hogy milyen legyen a nézet, milyen nézetet néznétek nagyon szívesen. Ugye ott ugye az volt a felvetés, hogy vagy a fejkamera, vagy ugye odaadta az oldalüvegen, vagy a fejtámlán, a vezető oldalon. Az a baj, hogy az anyósodon csak a Berlingóba tudunk felvenni videót, mert hát a Superb is hiába dízel, azért tud rezegni az ülés, ugye nincs rajta súly. Ó, baszki, egy tükörfűtés mondjuk kapcsolhatnék. Na, végre van tükörfűtésem. Hát ez egy kurva jó dolog egyébként, hogy amikor ilyen kis vízes érted is leszárítja. Fú, ezt nagyon szerettem, amikor ugye meglett az Octavia, ugye előtte nekem nem volt olyan autóm, ugye amiben lett volna tükörfűtés, ugye az Octaviában is már volt, nagyon megszerettem, hát a Superbe is van, hát ez hihetetlen, hogy bekapcsolod, aztán pikpak eltűnnek az esőcseppek róla, és kilátsz, vagy látod a visszapillantó tükröt. Úgyhogy most megint ilyen városi vezetgetős videó lesz. A múltkor videót amúgy nagyon éltétek, nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, hogy mindenkinek tetszett, hogy ott volt az üvegen ugye a kamera. Ez most úgy van felvéve ez a videó, hogy ez a szuper, nagyon nagy látószög, atya úristen, és ettől van még kettővel kisebb, ugye hát ez egy GoPro azért, na mondjuk ki, elég baszó. Annyi, én felkapcsoltam a lámpát, mert hát egy automatán van a Lajos, ugye azaz a Béla, mert úgy Bélának becézik a Superbeket, vagy Bodrinak, én nem is tudtam egyébként. És szerinte még olyanok a látási viszonyok, hogy elég a menetfény. Na, és nekem a menetfénynél van egy kis csavar a történetben, ugye volt kódoláson ugye a Superb, és nekem be lett az kapcsoltatva, hogy amikor nekem elől világít a menetfény, hátul is világít a csíkocska, ugye a helyzetjelző, vagy menetfény, hogy mondjam neked, rendes lámpa hátul is világít. Most ott hamarabb fog kiégni a lehet, hát most annyiban legyen, de figyelj, nem olyan már, mint például az előttünk lévő kollégának, érted? Elől világít a kis menetfénye, hátul meg semmi. Na hát ez kurva jó. Tehát a Volvo-nál már alap, hogy elől-hátul világít, hogy itt be kell kapcsoltatni, és utána a menüből ki be tudod izélni, kapcsoltatni az izét, a cuccost. Mondom, nagyon kíváncsi leszek. Nekem nagyon tetszenek a GoPro-s felvételek. Gergőkével vettünk fel külső felvételt a GoPro-val. Hát mit mondjak, az is egy ilyen tech demo, úgy ismerkedünk a technikával. Pff, eszméletlen. Ugye ez az anyag, ez 4K60-nal megy, vagy 4K24-ben, vagy ugye cinematic mód, meg mit tudom én minden. És hát baszó. Már dugó van. Ja, tényleg 4 óra van, baszki.
is felejtettem. Szokásos csatornafedelek. Amúgy milyen városba vezetne amúgy a Superbet, hogy ne csak a izéről, itt a tech demóról, meg ilyenekről beszélgessünk, talán ez legyen az egyik téma, hogy milyen városba vezetni a Superbet. Semmi nehézség nincsen benne, ugye kéziváltó kuplungolsz, hogyha nagy dugó van, akkor sokat kuplungolsz, de hát ennyi. Nincsenek nagy nehézségek, a parkolással vannak problémák, ez a méretéből kifolyólag, ugye lassan, mindjárt egyébként meg lesz négy hónapja már, itt érted, itt közösen együtt vagyunk, és vannak olyan helyek, ahol beparkolok, jaj, de pacek, minden, hát kilóg a seggem. Ugye az a plusz 20-valahány centi, amennyivel hosszabb az egy Octaviánál, ugye a kettes Octaviánál annyival hosszabb nekem, hát igen, azt még meg kell szokni, azt a plusz 20 centit. Vagy például a szélessége, hogy van olyan parkolóhely, hogy annyira széles a Superb, hogy nem tudod beférni, meg kicsi a parkoló. Amúgy a városi fogyasztás a legnagyobb dugóba nem tudott 7,5 felé menni, de az tényleg ez a nagyon cumi dugó, ez az araszolós. Le lehet vinni a fogyasztását ilyen 5 környékére, tehát hihetetlen, hát ilyen 90-100-as országúti tempóval ilyen 5 liter környéke, 5-1-5-2-t tud enni. Eszméletlen, és mondom, fogyasztásban nagyon hihetetlenül jól fogyaszt. Hogyha autópályán mondjuk elkezdett kicsit taposni a szívét, és küldöd neki, azért a 8 litert be tudja, 7 liter környékét, 7-8 között be tudja kóstolni, de akkor tényleg küldöd neki. De amúgy ilyen, mennyi? 140 végig tempómattal, 6 környéke. Nagyon, mondom, nagyon jó a fogyasztása. Csendes is, autópályán is csendes. Egy idő, amikor ilyenkor megállok, egy picit hallom az alapjáraton a hangját, ezt a kis varrógépet, de nagyon minimális egyébként, meg nagyobb gázadásnál a turbót lehet hallani, de amúgy ennyi. 140-nél sincsen benne szélzaj. Mondom, full csend van, érted? Ez az a Skoda egyébként, hogy ez megérkezett abba a kategóriába, ahol tényleg méltó a Superb nevéhez. Hát igen, vannak ilyen ekocuccok, hogy ezeket kiírogatja. Most kikapcsoltam a start-stopot, mert ugye még nem elég meleg. Hát ugye bemelegszik, de most olyan hosszú távon nem megyek úgy, hogy ilyenkor nem szoktam a start-stopot használni. Akkor szoktam a startstopot használni, hogyha mit tudom, hogy olyan vasúti átjáróhoz megyek, vagy tudom, hogy hosszabb ideig állok ott, akkor szoktam a startstopot használni. Ugye nálam a részecskeszűrővel nem szokott gond lenni, lekapok, meddig se volt, tehát az Octavianban is volt részecskeszűrő. Ugye én nagyon sokat, hát főleg ilyen 80%-ban pályán használom. De sem azt a hogy mész a buszába? Ugye pályán megyek, nem tudom, nekem a részecskeszűrő, hála Istennek, azt is lekapogom, nem volt soha problémám vele. Nagyon jó a Supernek a műszerfal kialakítása, minden a helyén van, egyébként majdnem minden ugyanott van, mint a izébe, az Octaviába, úgyhogy ez egy plusz pont nekik. Mindenki, nem tudom, nekem tetszik az a kijelző is, nem vagyok egy nagy érintő kijelző kedvelő az autók világában, de ezt tetszik, erre azt mondom, hogy ez még oké, és ez még elmegy. Az új Octaviánál, hogy így kiáll, nekem az már nem tetszik. Az, hogy azon állítod a klímát, az se tetszik, hogy így hagyjanak nekem azzal a békét. Trendes tekerőink vannak szépen. Ez az ongoralak, ami itt van középen, nem, lehet, hogy nem látszik, az gyűlölöm a kocsiba, az nem. Az nagyon nem szeretem. Hoppá, egy kicsit többet is mentünk a kelleténél. És ez egy másik hátrány, pozitívum. Nem érzed benne a sebességet. Nagyon durva egyébként, hogy... Menjél! Hát ennyi, érted? Villogóval ment a bátyja. Nem érzed benne a sebességet, ez a pikpak. Pikpak elérsz az adott tempóra. A 0-100 az valami 8 vagy 9 másodperc, nem tudom, nem méregettem, nem bántam a száját, ugye elsőkerekes, el tud kaparni. Például a múltkor is voltam, hirtelen kellett lefordulni, 1-es-2-es az kapargált. Hát mondom, mi az anyád van, aztán említett, hogy Attika már nem az eszkerék van.
Baszki. Hát itt megindultak. Na, és nekem a legbelső sávba kell fordulni. Na, mikor fogytok már el? Na, elfogytak. Szeretem amúgy ezt a kis nyilacskás rendszert, aki írja, hogy mikor hova váltsak. Vigyel el ugye a fogyasztásra. Mondom, nem nagyon tetszik ez a szuper. Nem gondoltam, hogy jó lesz, de nem számítottam rá, hogy ennyire jó lesz egyébként, hogy ennyire a kényelem meg lehet szokni, mert ugye ez egy nagyon kényelmesre hangolt nagy bálna egyébként, tehát 4,85 méter hosszú, 1,9 széles, aránylag egész alacsony, ugye kombi, a hát egy picit le van csapva, kicsit sportosabban le van csapva, egyébként hát, hogyha jobban lenne, csak nem a simán shooting brake kategória lenne, ugye a Passatnak sokkal ilyen kockát dobozabb a háta, ennek picit le van csapva. Cserébe mégis 660 literes, bődületesen nagy a csomagtartó. A kedvencem az, amikor elviszem húgomat bevásárolni. Valami beesik hátra, és így frankónak is, hát minyom magasságával, 1,50-es magasságával, így egész teste majdnem bent van a csomagtartóba. Nagyon vicces. Úgyhogy mondjuk sok, tehát óriási. A rekeszek is nagyon jók, van ez a zárható ajtós rekesz, mint a kettes oktávjában. Ez nagyon tetszik, ez hibátlan. Ugye van ez a rejtett rekesz, ugye alul, meg ugye van egy még óriási rekeszem, ugye hát sajnos, ugye aki ezt rendelte újkorában, nem tudom, hogy sikerült neki megrendelni. Defektjavítóval rendelte. Vágod? Defektjavító van hozzá. Nincs pótkerék. Bár nekem az a terv, hogyha egyszer majd annyira megszaladok anyagilag, akkor megveszem hozzá azt a műanyag bizbaszt. Hát egyébként nem tudom, mire hasonlít a szigetelésnek, a tököm tudja mi az. Mi kecel, vagy nem tudom mi ennek a neve. És akkor abban ugye belül a pótkerék, és ez megy ugye alul, és majd ott akarok megvenni. Mert most van benne ez a defektjavító spré, ez a pumpa, de hát valahol a tököm tudja, hol kapok egy defektet, mit csinálok. Jó, nincs rá szükség. Például egyik kocsinásra kellett a pótkerék, de hát mi van, hogyha kell ugye című fejezet. Murphy törvénye, biztos, hogy elromlik, hogyha úgy van. Ugye nekem hátul van mindenféle bizbasz, arról is majd lesz egy ilyen kisebb videó, hogy Attika fasságai, hogy mennyi minden van a csomagtartóban, mennyi minden van itt belül, meg hogy hogyan takarítom. Ugye, hogy látod, hogy most a Verda ilyen gyönyörű, szép, netán látsz valami porszemet, az hirtelen belekerült egyébként, de egy hete lett kitakarítva. Nálam két-három hetente van belülről, kívülről kitakarítva. Ugye hát a takarításról már sokat beszéltem, hogy áttörlöm, lemosom, kerekekkel, felnikkel foglalkozok, belül szépen fogkefével átmegyek. Most már újabb fasságomban is úgy csinálom, hogy először átmegyek egy ilyen sima ekkora ecsettel, áttörölgetem, leszedem a port tökéletesen, és akkor utána szépen rámegyünk a fogkefével. Ezt megcsinálják a cuccost. Szerintem nagyon csöndes egyébként. Ugye az Octavianál még maga a hangszigetelés kisebb volt, meg ugye abban még a régi PD motor volt. Ez nagyon csöndes, tényleg. Le a kalappal előttük, ez tényleg. A futómű is. A futómű olyan, amit nagyon szerettem volna az Octaviában is. Lágy, krémes, rugózik, mint egy hajó, dölöngél. Figyelj, ez nem kanyarvadászatra van, azért 150 lovas dízel. Jó, van erő, hogyha kell, keveset fogyasz, de nem ezzel a fizikai méretekkel fogok a Mátrába rekordot dönteni, nem is arra való. Éppenségemmel voltam a Mátrába, picit tempósabban, hát nem lájkolja. Ő akkor rátszól, hogy ő nem szeretné, hogy így elkezd hát keresztbe csúszni, hát a súlya miatt a súlya eltolja az ívről. Na, már hívnak, érted? Eltolja a súlya miatt. Ugye a telefon ugye össze van kötve a fejegység is egyébként egy tök jó dolog egyébként. Hát ettől már ugye van nagyobb, ugye a faceliftesben már van ilyen teljes méretű. Ugye itt még rendes fizikai gomb van, a jó Isten áldja meg őket. Nagyon, nagyon szeretem ezt a fizikai gombot, ugye. A faceliftesben már olyan, hogy ilyen érintős gomb van.
Hát azt nem szeretem. Az, én nem tudom, én nem vagyok ennek az érintő gondok a híve, én nem tudom, a Volkswagen ezt minek erőlteti. Szerintem egy fasság az egész. Én a fizikai gomba hiszek. Én ilyen, nem tudom, valamilyen régi módi vagyok, én nem tudom. Ezek jók, ugye össze lehet lőni ugye az izével, a telefonnal, és ugye lehet róla telefonálni. Na jó van, letesz, itt letesszük. Na, itt elvágjuk a videót, és akkor mindig nem folytatjuk. Na, hello, hello.